Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Valahogy itt cikon mindig a prédikációnál, szinte mindig, a focit eszembe. Egyébként máshol nem szoktam a prédikációba ezt belevenni, csak hogy itt cikon focizok így. Vagyis hát igyekszok ideérni az edzésre, meg a meccsre, aztán nem mindig sikerül. Szóval lényeg az, hogy cikó összekapcsolódik a fejemben általában a focival, és ami a fejemben összekapcsolódik, aztán az evangéliummal is összekapcsolódik. Azt mondja Jézus, hogy térjünk meg, tartsunk bűnbánatot. Ez lesz majd a mise végén a hamvazásnál is. Mindenkinek, aki kijön, kis hamuval, köröztet rajzolok a homlokára, és ezt fogom mondani, tartsatok bűnbánatot, higgyetek az evangéliumban. Ez Jézusnak a szava. És tartsunk bűnbánatot. És erről jut eszembe a foci, meg a gyerekkorom, amikor nyáron esténként késő estig fociztunk az utcán, vagy lenn a pályán, de akkor nagyon piszkosak voltunk, mire hazaértünk. Piszkosak, izzadtak. Hát, amilyen ilyenkor egy gyerek. Nem? El tudjuk képzelni. Vagy mi magunk is. Kiki volt ilyen. És emlékszem rá, hogy úgy váltakozott bennem az érzés, hogy most jó lenne fürödni, vagy nem lenne jó fürödni. Néha arra gondoltam, hogy hát olyan fáradt vagyok, kifociztam magamat, nincs már kedvem még fürödni is. Lefeküdni, gyorsan aludni. És akkor hát anyám meg mondta, hogy marsz fürödni, hát ilyen piszkosan nem lehet bebújni az ágyba, hát csupa piszok lesz az ágy. És aztán, amikor valahogy sikerült meggyőznie, hogy megfürödjek, utána olyan jó volt. Mert azért jó fürödni nyáron, nap végén, még egy koszos kölöknek is. És akkor volt egy jó érzés bennem, hogy na, úgy a víz az úgy egy kicsit úgy el is lazítja az embert, megtisztulunk. Ismerik ezt az érzést, nem valami különlegeset mondok. Most így vagyunk, azt hiszem, a bűnbánattal is. Ugye azt mondja nekünk, ami anyánk, az egyház, hogy marsz fürödni. Tartsd bűnbánatot. És hát néha most jó lenne, vagy nem érezzük annyira jónak, kínos egy picit szembesülni a piszkainkkal, de aztán milyen jó, amikor megtisztultunk. Ami anyánk, az egyház, a javunkat akarja. És ami anyánk, az egyház, jó bölcs pedagógus is egyben. Tehát az, amit mi itt egy évben, egy ilyen liturgikus időben, ünneplésekkel, hagyományokkal gyakorlunk, ez a lelkünk fejlődésének egy kiváló eszköze.
Most nem ezt jelenti, hogy húsvétkor van húsvét, aztán nincsen többet Jézus föltámadása. Hát 2000 éve Jézus föltámadt, azóta húsvét van, azóta Jézus föltámadása van. Tulajdonképpen, hogyha a hit szemszögéből néznénk a dolgokat, akkor nekünk is azt kell mondanom, mint Pál apostol, hogy Krisztusban nincs többé zsidó vagy pogány, nincs többé férfi vagy nő, hanem mindenki egy. És most ezt a sort így kiegészíthetnénk, vagy folytathatnám, hogy Krisztusban nincs hétfő vagy kedd, Krisztusban nincsenek ezek az emberi kategóriák, egyetlen kategória van Krisztusban, hogy ő föltámadt, legyőzte a halált, és ez mindent meghatároz. Tehát bennünket nem az határoz meg, hogy hétfő van, és akkor nincs kedvem semmihez, mert hétfő van. Na és akkor mi van, ha hétfő van? Nem az a lényeg, hogy hétfő van, vagy kedv van, vagy vasárnap van, hanem az, hogy Krisztus föltámadt. Na jó, de nyilván nem tudunk, mivel az emberi értelmünk azért behatárolt és rosszra hajló, sérült a bűnbeesés következményeként, ott maradt a sebzettség bennünk, ezért mégiscsak szükségünk van egy járható rendszerre. Ez nem baj. Most Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt föltámadt a halálból, attól még nem szűntek meg például a fizikai törvények, hogy van éjjel és nappal, hogy vannak évszakok, hogy a nap körül forog a föld, aztán mondhatnánk az összes fizikai törvényszerűséget. Nem szűntek meg ezek a dolgok. Tehát helyes az, hogy van liturgikus év. Helyes az, hogy az egyház bölcs pedagógiájában, hagyományában kidolgozott számunkra egy járható utat, egy lelki rendszert. Hogy mikor melyik evangéliumot hallgatjuk, milyen szentírási részeket. Hát tulajdonképpen, ha alázatosak vagyunk és észrevesszük, ki van dolgozva számunkra egy kész út arra, hogy végigjárva bejussunk a mennyországba. Ugyanúgy, mint hogy te elmész egy étterembe, hát nem te fogod kifaragni a széket, kifaragni az asztalt, meghívni a szakácsot, hogy csináljon már valamit. Te oda mész, és szinte minden készen van neked. Készen van az asztal, az evőeszköz, a szakás dolgozik hátul, és kihozzák neked az ételt. Neked csak bele kell állnod engedelmesen a fölkínált lehetőségekbe. És az egyház a szentek tanítása által, a liturgia által, a hagyomány által, az egyház kezünkbe adja a szentírást, tehát a Biblia által, teljesen magadja nekünk ezt a kész utat. Jó, most ez... Bocsánat. Ez nem azt jelenti, hogy ez a kész út, ez úgy van készen, hogy ezért nekünk ne kéne megharcolni. Kicsit olyan ez, hogy minden egyes embernek szinte úgy kell újra megharcolnia ezt az egészet, mint hogyha nem is lenne előtte út. Tehát olyan ez, most ez egy hasonlat, hogy elindulunk egy hídon át a folyó fölött, és van egy olyan érzés bennünk, hogy egy méterrel előttünk még nincs is híd, hanem szakadék van. És ahogy lépünk, úgy vesszük észre, hogy a híd azért ott van, csak a mi szemünk előtt van a köd. És a köd miatt nem látunk 5 méternél tovább. De attól még a híd ott van. És az egyház a liturgia által, a szentmise által, a hagyományok által, a szentek tanítása által megépítette nekünk kegyelemből Isten az utat. Az egyház nem önmagában az emberek közössége pusztán, egy civil szervezet, az egyház az a Szentlélektől vezetett misztikus test,
Tehát a Szentlélek az, aki építi az utat az üdvösség felé. És amikor mi bűnbánatot tartunk, akkor egy kicsit közelebb lépünk az üdvösséghez. Kicsit kitisztul a köd. Kicsit letakarítjuk magunkról a piszkot. És ez jó, ez szükséges. Hát, hogy a gyerekség nagyon szeret mindig fürödni, de ha már megfürdött, azért mégiscsak örül neki. És rájön arra, hogy az a jó, amikor rájön arra egy gyerek, hogy neki önként kell fejlődnie. Hát ugye nagyon sokáig az van, hogy egy gyerek az mindent csak akkor csinál meg, ha mondják neki. Például ugye vagyok családoknál, és akkor hozok valami kis ajándékot, odaadom a gyereknek, ha már szalad is el vele. Akkor az anyja fülön fogja, hogy na mit kell mondani, akkor nem tudja, hogy mit kell mondani, és akkor eszébe jut, hogy köszönöm szépen. Tehát nem magától köszöni mag, hanem mert megtanították erre, kicsit kényszerből. Neki nem jutna eszébe, hogy megköszönje. Tehát a gyerekeket is rá kell nevelni sok mindenre, de milyen szép az, amikor egy gyermek fölnő, és igazán őszintén szívből belátja azt, önként magától, hogy neki meg kell tényleg köszönnie a szüleinek egyáltalán azt, hogy világra hozták, igent mondtak rá, hogy fölnevelték, amennyire tudták, nyilván tökéletesen nem tudunk adni semmit, de azért igyekszünk a legjobbat adni. Most halljuk a mai evangéliumban, hogy Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Ez ezt jelenti, hogy fürödjünk meg, tartsunk bűnbánatot. Most persze, miközben ezt mondom, egy kicsit úgy vakarom a fejemet, mert olyan szépen hangzik ez. Hát én annyira élvezem ezt a prédikációt. Olyan boldog vagyok. Érzem, hogy haladok az Úr felé. De hát azért, hogyha elkezdeném egy kicsit úgy a felszínt megkaparni, hát nem jön sehol senki gyónni. Hát komolyan. Hát a hat falumban fél év alatt, hogyha három ember gyónt, akkor lehet, hogy sokat mondtam, vagy öt, nem tudom. Meghirdettem sokféle programot, nem jönnek rá az emberek. Hát nem így van, de így van. Én bizony, hogy így van. Tehát akkor most mi lesz? Kedves testvérek, tartsunk bűnbánatot. Egyenként is tisztuljunk ma, és közösségileg is. És nekem is személyesen, akkor változtatnom kell. Ha valamit nem jól csinálok. Nyilván nem kezdhetem mindig azzal, hogy a másik változzon meg. Az könnyű. A változás egyes szám első személyben kezdődik nálam. Segítsetek nekem ebben. Imádkozzatok értem. És mondjátok el, hogyha valamit nem jól csinálok. Már nem mondjátok el, akkor az ördögnek a cinkosa vagytok. Nyilván azért lehetőleg építő kritikával, lehetőleg szeretettel, de hát ha néha nem úgy sikerül, azért attól még az elérheti a célját. Kedves testvérek, tartsunk bűnbánatot, és örüljünk, mert a bűnbánat valójában egy örömre is hív. Ez a célja. Nem a siránkozás, nem a piszok a növelése, hanem a megtisztulás, az öröm, hiszen azt mondja Jézus, higgyetek az evangéliumban. Mit jelent az, hogy evangélium? Öröm hír. Higgy az öröm hírben. Tisztulj mag, és örülj neki, hogy Isten megbocsátott neked. Megbocsátott már neked mindent. Nem azért bocsát meg, mert egy bocsánatot kérsz. Hát már előre mindent megbocsátott, mert szeret téged.
Amikor te bocsánatot kérsz, akkor csak az van, hogy elfogadod az ő kegyelmét, elfogadod az ő megbocsátását, elfogadod az irgalmát. Nem akkor bocsát meg az Isten, amikor bocsánatot kérsz. Ő már előtte, előre megbocsátott. Amen. Valljuk a hitünket. Hiszek az egy Istenben.